Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Szép jó reggelt kívánok! Természetesen Németh Szilárd, a Fidesz alelnöke, Csepel volt főpolgármestere, és természetesen ma a miniszterelnök rezsibiztosa. Szép jó reggelt! Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves nézőket! Üdvözlöm a kedves nézőket, Brajer Péter vagyok, ez a Pirkadat, a heti televízió reggeli politikai magazin műsora. 5783-at írunk az úr jó voltából, annak is Kiszlév havának 10. napján vagyunk. Míg a polgári időszámítás szerint 2022. december 5-e van, hétfő. Közeleg a Mikulás, a Hanuka és a karácsony, örömök örömmel. Próbáljunk meg úgy is viselkedni, próbáljunk meg mindennek, ha lehet egy kicsit örülni, és pozitívan nézni. Itt van például a Vilmák, akik ünnepelnek, velük is legyünk türelmesek. 107 esztendővel ezelőtt született Benjamin László Kossuth, Bang Marten, József Attila Díjas, de nehéz magyar beszélni, magyar költő, rá is emlékezünk a nap folyamán. A várható időjárás 3 és 8 Celsius fok között várható. Figyeljenek oda folyadékháztartásukra, az időjárásnak megfelelően öltözzenek, de cipőt is annak megfelelően vegyenek. Most nyissák ki az ablakot, engedjék meg a friss levegőt, és a friss levegőtől megnyugodtak, akkor ima a Nemzeti Bank közleménye. Az euró középárfolyama 490 napok óta 0,7, míg az amerikai dollár 3,86,81, és az angol font 4,77,28, ők azt állítják, hogy van élet a Brexit után is, hogy milyen, azt érdemes elmenni megnézni, és már is nem lesz nagy kedve az embernek kiszállni ebből a klubtagságból. És akkor repüljünk egy varázsszőnyegen most egyenesen a parlament lépcsőjéhez, ahol kijött hozzánk Németh Szilárd rezsivédelmi biztos. Kezdjük akkor, mit is jelent az európai olajársapka? Hát az katasztrófát jelent az európai olajársapka. De abba állapodtunk meg, hogy ma reggel hétfő van. Igen. A hét második napja a zsidóknál. Polgári időszámítás az első napja, tehát pozitív dolgokat. Ugye közeleg az ünnep, erről beszéltünk, és hogy örüljünk is, és hát ugye a harmadik gyertya épp az örömöt jelképezi a koszorún. Meg fogjuk gyújtani természetesen vasárnap, de itt nem tudunk ebben a helyzetben örülni egy cseppet sem. Eleve ezek a szankciók, amelyek hát azt a kívánt hatást, amit még a szankciók bevezetése elején a brüsszeli bürokraták nyomtak, hogy Oroszországot térdre vágja, majd Oroszországnak be kell fejezni a háborút, és egyébként ez Európának nem jelent majd semmiféle kárt, ennek pont az ellenkezője történik. Ugye most már a 9. ilyen szankciós csomagban gondolkodnak. Ennek olajcsomagnak egy része volt, amit elhatároztak még nyár elején, és épp ma lép életbe. Ugye ez három ország kivételével, akik csak csövön kapják a kőolajat, ezt ki tudtuk harcolni, a magyar miniszterelnök megküzdött ezért nagyon keményen, és még segítettünk a szlovákokon, meg a cseheken is. Ez, maradjunk most ennél az olajársapkánál, ez tulajdonképpen milyen hatással lehet az árakra? Ez tulajdonképpen óriásra fölverheti az árakat. Ez ugye azt szándékozik megtenni, hogy egy bizonyos összegért vásárolnak csak Oroszországból kőolajat, de az oroszok meg, ha nem adnak, akkor mi van? Tehát az a helyzet, hogy de ha nekünk meghosszabbított szerződésünk van, az egyáltalán mi felénk az van, amit megállapodtunk? Igen, természetesen nekünk vannak szerződéseink, és mi kapjuk is a kőolajat, de ez az egész hercehurca, amit itt művelnek, olyan, mintha elment volna teljesen az eszük, vagy valami egyéb érdekeket szolgálnak. Ez egész Európának megint rendkívül módon fog fájni. Teljes bizonytalanság van, és most ott tartunk egyébként, hogy nem csak amire célzott, hogy az árak körül van bizonytalanság, hogy hát ha megint az egekbe ugranak ezek a kőolaj és gázpiaci árak, hanem egyáltalán lesz-e. Tehát én azt látom, hogy például Magyarország jelenleg bármilyen
óriási léptekkel haladunk azóta, amióta ez az energiaválság betört, és ugye mi készítettünk is erre egy 7 pontos intézkedési tervet, amelynek része, hogy próbáljuk meg kiváltani az orosz gázt, a hazai gáztermelést megemeljük, újraindítjuk a barna kőszénbányát, a hőerőműveket, a mátrai hőerőművet megerősítjük, a paksot meghosszabbítjuk, programokat indítunk el alternatív energiatermelési módokra, támogatjuk a nagyvállalatokat, amelyek magas energiaigényűek, hogy ne omoljanak össze, arra ösztönözzük a lakosságot, hogy bekapcsolódjon a napenergia programba, hogy hőszivattyuk, tehát minden, ami elképzelhető, megpróbáljuk a fogyasztást visszavenni, ugye például a kormányzati fogyasztás egynegyedére, tehát a kormányzati épületek egynegyedére csökkentek. De drága képviselő úr, ön visszaveszi a fogyasztást, és közben ilyen túrát csinálhat a benzinkutak között, van, amelyiknél az összes pisztoly zárva van, van, ahol egy litert lehet kapni. Ez ugyanakkor hisztériakeltés, és nem lenne egyszerűbb akkor, aki nem akar eladni, vagy... Szóval ez a megoldás, hogy nyitva vagyok, de nem vagyok nyitva. Nincsen eladni, majd nem akarsz eladni, nem akarsz észleni, csukjál be arra az időre. Tehát az, hogy sorbálni és egy litert kapni... Hogy a kormánynak van egy nagyon... erőteljes programja. Hát ez biztos, nem a kormánynak a programja, hogy egy litert adjon. Nem, erről beszél. Nem. Tehát ennek az egyes elemeit próbáltam felsorolni. Tehát gőzerővel megy, hogy lehetne kiváltani az orosz kőolajat, meg hogy lehetne kiváltani az orosz gázt. Ez nem éri el. Tehát nem fogja soha elérni véleményem szerint. Én szerintem az orosz gáz és kőolaj nélkül nem csak Magyarország, de egész Európa szenvedni fog. És hogyha ezt továbbra is nyomják Brüsszelből ezt a szankciós politikát, akkor annak nagyon meg fogjuk inni a levét. Ezek látszanak. Egekbe vannak az árak. Tehát az, hogy az egekbe szöktek az energiárak, és most megint mennek fölfelé nagyon erősen a tőzsdén, azok magukkal hozzák a többi nyersanyagnak a megdrágulását, a szállítás megdrágulását, azok a láncok, amelyek egymástól függenek, azok kiszakadhatnak. Tehát egy iszonyú nagy válság elé, gazdasági válság elé nézünk. Nem beszélve a háztartásokat sújtó inflációról. Tehát az élelmiszer árak, hogy ilyen gyorsan és ilyen magasba röppentek Magyarországon és egész Európában, és leginkább azokban az országokban, amelyek közel vannak a háborúhoz, tehát az Ukrajnával szomszédos országokról beszélünk, ez kizárólag a brüsszeli szankcióknak köszönhető. Egy pillanat, ha nem lennének a szankciók, most így hirtelen megakadnának, azt mondják a közgazdászok, a gazdasági szakemberek, hogy a felére esne vissza rögtön. Felére esnének vissza rögtön az energiaárak, és a felére esne rögtön vissza az infláció. És ők keresnék a vevőket, akik hajlandók lennének. Vannak vevők, ez a tél, ez gyakorlatilag megoldott. Nálunk mindenféleképpen. Mi Magyarországon teljesen felkészültünk. Azt magyarázza meg nekem, erre a télre, de a jövő télen mi lesz? Tehát akkor, hogyha ez megy tovább, ez a szankciós politika, és egyre terjed, kőolaj, gáz, atomenergia, már mindenen szankció lesz, képviselő, akkor hogy lesz energia meg Európában? Erre kell megadni a választ. Engedjen meg egy kérdést. Kérdést, ami konkrétan talán éppen kijelentés is, azt senki nem gondolta és nem tudhatta, hogy az olajfinomító megsérül, hogy az olajfinomító javítani kell, mert egyik gond okozója az, hogy egy van egyébként van egy tervszerű folyamatos karbantartás is, amit mindig el kell végezni, és azokon szokott kibukni, hogyha nagyobb probléma van. Akkor, hogyha ez normális körülmények között, tehát nincs szankciós politika Brüsszelből, ami egetverő árakat hoz, akkor ez teljes mértékben kezelhető. Most ebben a helyzetben vagyunk, nagyon nehéz helyzetben. Nem csak az árakról van szó, hanem egyáltalán az ellátás biztonságról. Oké, de akkor hol vannak az osztágbarátaink? A múltkor, amikor az ő finomítójuk csütörtököt mondott, a MOL gőzerővel helyettesítette őket. Akkor most az osztrák finomítók gőzerővel besegítenek? Besegíthetnek, igen, ezen dolgozunk egyébként, ezen is. Tehát a magyar külügy, ugye amikor megkapta a feladatot a külügyminiszter úr a miniszterelnöktől, hogy mindenhonnan, minden áron be kell szerezni az energiát Magyarországra. Ezt talán minden ország vezetője kiadta lám-lám a németek. Nincsenek megelégedve a katárok szervezésével, de azért a
katárok emlőin lógnak, hogy megkapják tőlük a cseppfolyós üzemanyagot. Hát ez egy ilyen világ, tehát az a helyzet, hogy egészen más az ideológia, és azt pontosan tudják, hogy az ideológiai szöveggel, meg az ilyen álszak szöveggel, avval nem lehet fűteni, csak kőolajjal vagy fölgázzal. Köszönöm, hogy helyére tette a műsorunk lényegét ideológia. Hogy magyarázz azt, hogy először is minden politikus valamilyen ideológiát követ, gondoltam én. Én hónapokat beszélgettem önnel, míg polgármester volt, szépen haladt az útján, és mindig egy bizonyos ideológiát követett. Na most, hogy a fenébe lehet az, hogy nem csak egyszerű politikusok mennek el a pártjukból és átülnek máshova, hanem majdnem vezető politikusok is. Lehet, hogy kiment a divatból az ellenzékieknél az ideológia, és inkább kiszológia van? Kiszológia székharc? Hát igen, ott mindenki érzi, hogy hol van az erő. Az erő meg a Gyurcsánynál van, tehát Gyurcsány tartja össze ezt az egész rendszert. Ő szervezte meg, ő tartja össze, és ezért helyezkednek ezen a túloldon. De hát ott soha nem volt ideológiai kérdés, tehát a Jobbikból beülni a Momentumba, tehát ezek az átülések, ezek egészen érdekesek. Hát nyilván a hatalom és a pénz, ami mozgatja az egészet. Nekem felém azt nem kell elszámolniuk, én nem vagyok az ő szavazójuk, a saját szavazóik felé kell elszámolni ezzel a típusú viselkedéssel. Kérdés az, hogy ők mit szólnak ehhez, ők ezt ha díjazzák, akkor ők is ugye ezt az egészet, amit a túloldalon művelnek, elfogadják. Nekik Gyurcsány kell, ezek szerint Gyurcsány vezetésére van szükség, és így minden. Addig nincs is ezzel problémám, hogyha a fent említett politikus nyugtatókat ad nekik, és megnyugszanak, és értik azt, amit mindannyian, hogy ezt de nem túl ez kell élni. De nem, hát pont, hogy nem ez történik, ugye. Na de akkor, hogyha bajban van az ország, akkor megnyugtatni. Nem kívánok nyugtatókat, csak együtt gondolkodást, meg együtt cselekvést kellene. Erre gondoltam, ilyenkor csak egy nyugtatónak hívom. Egy ilyen súlyos helyzetben, amikor a szomszédunkban háború van, amikor a gazdasági világválság dörömbel az hát ajtón. Hát a gazdasági Európa, tehát Európát rendkívül, tehát Európa kárát szenvedi ennek az egész háborúnak, azokkal a rossz döntésekkel, azokkal a rossz szankciós döntésekkel, amiket Brüsszelben megoldottak, ilyenkor valahogy ki kell evickelni, de nem várhatunk mást. Hát voltunk mi már ilyen helyzetben. Tehát voltunk mi már világgazdasági válság helyzetben, akkor a megszorítások mellett tették le ők a voksukat. Tehát elbocsájtások voltak, nyugdíj, egyhavi nyugdíj megszüntetés, a tanároktól elvettek, egészségügyi dolgozóktól elvettek, egyhavi bért, 13%-os munkanélküliség volt, soroljam még. Tehát nem tudtak akkor sem megfelelően együttműködni, nem tudtak az emberekkel együtt gondolkodni, együtt dönteni, és kimászni abból a slamasztikából. Képviselő úr, az ön alapszakmája tanár, ezt kevesen tudják, én viszont tudom. Nagyon jó, egy ember életét befolyásolhatja, hogy milyen tanárokkal találkozik. Most, amikor több iskolában a tanárok kezét elengedték, ugyan a miniszterelnöki hivatal vezető miniszter azt mondta, hogy fordulhatnak a megfelelő utakhoz, aztán azok majd döntenek felőlük. Ön, mint egy tanárember, mi a véleménye erről? Lehet, hogy türelmesebbek kellene kicsit lenni a tanárokkal? Én nem gondolom, hogy türelem hiány lenne, és minden szabályt, jogszabályt betart a kormány. Ha valakik megsértik a jogszabályokat, akkor azért vállalni kell a felelősséget. Senki, semmilyen tanárt, egyetlen egy tanárt sem bocsájtott el azért, amiért elmondta a véleményét, azért, amiért sztrájkolt, azért, amiért kiment az utcára és ott tüntetett. Tehát ezek járnak mindenkinek, sőt, én meg is értem azt, hogy feszíti a tanárokat az a bérhelyzet, amin önök vannak, és én teljes mértékben elfogadom azt, hogy a bérüket nekik emelni kell. És mi ezen vagyunk, hogy emeljük. De hogy tudjuk úgy emelni a bért 440 ezer forintról 800 ezer forintra egyébként két év alatt, hogyha ennek a fedezetét azok, akik megszervezik a tanártüntetéseket a szakszervezetekkel együtt, vagy csak úgymond ráülnek, és ott az elsősorban menetelnek, a hazai baloldalról beszélek, a baloldali politikusokról, azok Brüsszelben mindent megtesznek azért, egy 6 milliós fizetés mellett egyébként, 6 milliós havi fizetés mellett,
hogy Magyarország ne kapja meg azokat a forrásokat, azokat a brüsszeli pénzeket, amit többek közt a tanárok fizetésemelésére szántunk, és Brüsszel el is fogadta ezt a javaslatunkat. Búcsúzunk el, hogy bízunk benne, hogy ezek a pénzek megérkeznek, és a tanárok is visszakerülnek megfelelő helyükre az osztályokba. Kedves nézőim, az elmúlt szűk negyed órában Németh Szilárdot, aki eredetileg egy tanárember, a Magyar Országgyűlés tagját, a Fidesz alelnökét, a miniszterelnök rezsivédelmi biztosát látták és hallották. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre áll, és hogyha tudja, hogy melyik benzinkútba nem menjünk be fölöslegesen ott ácsorogni egy literért, akkor jelezze. Ugyanannyit tudok, mint szerkesztő úr. Köszönöm, hogy velünk volt, és visszavárjuk. Köszönöm szépen. Előzetesek, és már is jövünk vissza, tartsanak velünk.